Ezt most kipróbáljuk, hogy például csinálunk egy kisebb nukleáris balesetet, vagy egy vulkánkitörést, megint a kedvenc cuccunkkal, a kék ételtestvérkel, egy helyen a forgó földbe ide belespriccelek, megfigyelhetjük, hogy hogyan terjed szét. Mert most, hogyha nem forogna, akkor tudjuk mi történne, tehát egy pohár vízbe belenyomó kis festéket, akkor szépen egyenletesen minden irányba szétterjed. Ehhez képest itt meg teljesen más történik. Látjuk, hogy elnyújtott kacsok mentén terjed szét a festék. Olyan helyeken, amit a befecskendezés eredeti helyéhez több közel voltak, oda nem jut el a festék. De más helyeken meg már addig a festék már látható meg is kerülte a félföldet. Tehát egyáltalán nem minden irány szerint ugyanúgy terjed szét a festék, hanem teljesen nehezen előrejelezhető módon, és mondhatjuk is, hogy amit itt ez kirajzol ez a festék, ez egy fraktálalmazban tulajdonképpen. És ezért aztán arról van szó, hogy például amikor a csernobili baleset történt, nem véletlen, hogy mi ugye sokkal közelebb vagyunk Csernobilhoz, mint például a skandináv félsziget, és először mégis ott észlelték a sugárzási felhőt, itt pedig nem, hiszen éppen nem arra terjedt a dolog. De ha a föld nem forogna, akkor ez az egész nem lenne. És vannak olyan dolgok, amik nem forognak, és ennek megfelelően nagyon unalmas is az időjárás, mert most, ha például lelassítjuk a forgást, egészen meg is állítjuk, akkor eljutunk egy olyan bolygóhoz, mint a Vénusz. A Vénusznál az a helyzet, hogy 243 földi nap alatt forduljunk a tengelye körül, vagyis nagyon lassan forog, tehát ott nincs is ez az eltérítő hatás, ez a Coriolis felől, és ennek megfelelően valóban tök egyenletesen el is osztott a festőt, látjuk már, nincsen benne semmi szerkezet, a Vénuszon unalmas az időjárás.